Szószátyár. Közéleti zenés magazin műsor egy órában. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Szószátyár című közéleti zenés magazin különkiadását hallják. Innen a Cheshire Fesztiválról, a város szívéből. Vendégünk Szíj Melinda. Szervusz Melinda. Két dolog miatt is öröm, hogy itt vagy velünk. Egyrészt Sörfesztiválon veled ritkán találkozni. Fellépőként persze igen, de vendégként én még nem láttalak. Miért van ez? Nem szereted a sört? Nem szeretsz fesztiválra járni, vendégeskedni? Vagy mi ennek az oka? Hát nem igazából szoktam ilyen helyeken előfordulni. Én inkább önálló esteket adok. Tehát inkább a komolyabb műfajban próbálok tevékenykedni. De azért a könnyedebb műfaj sem áll tőlem távolabb, de valahogy így ezekkel a lehetőségekkel nem állok olyan szoros kötelékben. Egy rövid idő eltűntél a zenei életből, de visszatértél mindenki nagy örömére. Miért volt ez a kis csend körülötted, és jó-e, hogy újra köztünk, és a rajongóid között vagy? Hát nem igazán voltam eltűnve, csak talán nem annyira voltam így a média szeme előtt sem. Munka mellett is tevékenykedtem, és énekeltem, szerepeltem egy színházi darabban is, a Győri Balettel a Rózsa Színház című előadásban énekeltem Edith Piaf dalokat. Tavaly esztendőben pedig egy győri country együttessel dolgoztunk együtt, és most pedig szeretnék visszatérni a saját műfajomhoz egy megújult formában, most már saját dalokkal is próbálunk megjelenni. És saját együttessel is, hiszen múltkor láttalak a tévében, hogy egy együttes kísér most már, tehát nem szólóba vagy, ugye? Ha jól gondolom. Igen. Hát van egy kedves szerzőpáros barátaim, akik nekem dalokat írnak, és velük járok fellépni is. Illetve nem is olyan régen egy duettet is énekeltél Radics Márkkal, akinek a frissen megjelent lemezé hallhattuk ezt. Igen, így van. Ez a duett, ez azért egy új történet a te zenei életedben, nem? Hiszen elsősorban szólóba dolgoztál. Igen, ez egy abszolút új történet, és ennek most már folytatása is van, mert a kedves párommal most már az önálló koncertjeimen meglepetésként vele is éneklünk duettet. Mennyire van betemlezve a nyár? Hát hiszen azért, ahogy mondtuk, ez a fesztiválok szezonja, a fellépések ideje. Hát az önálló esjeim zajlanak továbbra is, kettőn túl vagyunk, és további négy van kilátásban jelenleg. Hála Istennek a Kecskeméti volt a legutóbbi egy teltházas koncertünk, és ennek a folytatása következik most Kapuváron és egyéb helyszíneken az augusztusi-szeptemberi hónapokban. És lemezkészítés? Tudhatunk erről már valamit? Hát próbálkozunk vele, igen. Most már összejött egy lemezre való anyag, ami most már saját címzetten nekem írt dalokat tartalmazhatna. Ezen dolgozunk most, igen. És ha jól tudom, bár lehet, hogy nem jók az információ, most már a civil munkáddal felhagytál, tehát teljes erővel a zenei karrierre és a zenére koncentrálsz, ugye? Jelenleg igen, valóban ez a helyzet. Azért próbálkozunk.